Miért? Hülye vagy? Sziasztok, ez itt a Key to Freedom negyedik része, és itt maradtunk el az előző részben. Lássuk is, hogy mi ez a hely, hova kerültünk, és haladjunk tovább a sztorival. Na már most nem csináltam valamit. Igen. Mindjárt mesélem tovább, amit akartam. I think there is another switch somewhere here in the study. Jó, szóval közben van egy jó hírem azoknak, akik szeretnék kipróbálni ezt az egyéni történetet. Lehet, hogyha nem idén, viszont hamarosan elérhető lesz ennek az egyéni történetnek a magyar fordítása, ugyanis Padjeg, akivel csináltuk a Szóma magyarítását, ahogy mondjam, hát tetszett neki ez a custom story, és azt mondta, hogy szívesen fordítaná le. És már meg is próbálta, igazság szerint nem nagy munka az egész. Szóval, ja, nem tudom egyelőre, hogy mikor lesz ez kész. Viszont csak hogy tudjátok, hogy egy ilyen is majd nagy eséllyel várható. És időközben pedig keressük azt a másik switchet, amit ott mondott, hogy mit kéne találjunk. Jó, ez most nagyon nem érdekel. Tehát ez mi volt? Nagyjából mind csak ilyen napló jegyzetek vannak. Ott van valami világító, tudsz? Ez zárva. Viszont valahol lennie kell még egy ilyen switchnek, amit fel is írt a karakterünk. Valamelyik gyertya lenne az? Nem tudom. Amúgy, hogyha a háttérben valami kopogás hallottok, vagy valami, az azért van, mert a szomszédok nagyon dolgoznak most. Szóval, don't worry about that. És, ja. Itt mi van, mi ez a lila cucc? Beütjük egy székkel. Wow, nem így akartam, de sikerült. In darkness of the night, I spilled him in a tree, set I froze by the sight, he was looking at me. The summer's heat became a chill, the angel of death at his skill. My heart skipped, no, nem fogom elolvasni, viszont a Halál Angyala című verset láthatjuk itt. Anonymous szerzőtől. És itt a switch. És oda kell menjünk. Pretty great. Nincsen semmink. Vagy... ja, de van. Azt hittem, hogy kifolytunk az olajból, mert volt egy ilyen emlékem. I now should be able to enter through this door from the other side. Okay. Now what? Tehát kéne nekem assassinkodni, vagy mi? I don't know. Mit csináltam? Mi ez? Ó, valahol meg fog jelenni az a szar figura. Előre halkítom a játékot. I'm scared as fuck. What should I do? I don't know. Of course. Ó, ne már. Na gyere. Fuck you. Hát pedig én szívesen szembefutottam volna vele, na mindegy. Nincsen semmink.
pervágás és zúzódás, az elmi állapotunk viszont a nagy szarban. És nem emlékszem a visszaútra, gyerekek. Újra kellett volna nézem az előző részt, azért, hogy emlékezzek, hogy mi is volt. De mind... Jaj, értem. Jó. Fuck you. Most mit akarsz? Jaj, visszaemlékezés, jó menő. Jaj. What a wonderful day we have here. We can speak a British in British accent because we're in the United. Jó, befejeztem. Rohadjál meg. Ez amúgy mire volt jó? Ez a kis kinappalodás, kivilágosodás. I don't know. Oké. Szóval... most visszamehetünk, vagy hát felmehetünk, ugyanis megvan még egy része. Itt a... ez a Crystal Shard cucc. Viszont azt nem értem, hogy négyet kell mi keresünk ebből. Viszont... nincsen több hely, ahol tudnék menni. És eddig csak kettő van meg. Még megvan azt hiszem a zöld. Alright. Well. Two more to go. Jól van, hát kell még egy ilyen ciánkék és egy piros, vörös. Azt nézem, most megint körbe megyek, hogy valahol valami... Ez az! Eltaláltam. Akartam mondani, hogy valami változás is lett tényleg. Oké, értem. Viszont ez baj, mert odakint van az az árnyszar. Ennek nem örülök. Ez a hely... szar. I don't like this place. Rá van zárva. Jöhet utánunk itt bármi. Zárva. Nyitva. Tányérok, nem tudok velük semmit se csinálni. Poharak. Zárva. Esetleg, ha valaki megszállna engem egy... nem ezzelre gondoltam, viszont ez se rossz. Fürosdás kölcs. 25th April, 1883. It is my last day. I had an offer. Hát... szóval örülnék, ha valaki megszállna egy lámpással. Viszont ilyesmi nem nagyon szokott itt történni. Oh lol. Oh Jesus. Ki kell mennünk. Jó. Hű, ha. Elég voltunk friss levegőn. Rohadt jó. Csumi. Nagyon barátságos hangok vannak itt. Jó, gondolom a rozsdás kulcs oda kell. Ez logikus. Nem tudtam semmit interakválni. Should I even be going out this far? Maybe I should read more of Mr. Wilkinson's instructions. Jól van, akkor olvasunk még többet. Lássuk. Amikor fiatalabb voltam, igen, keep an eye out for an eagle statue. Jól van, rendben. Szóval, haladhatunk tovább. Gondolom ezzel. Ja, gyabite. Ha ez labirintus lesz, akkor nem tudom, hogy én mit csinálok. Nem, egyelőre még nem labirintus. De lehet, ha igen. Fuck me then. Nem, oké, ott egy village. Mi beszélek angolul? Angol... magyarul. Mégis labirintus. Nem. Jó. Annyira utálom ezeket, mert csomó Slender játékban is elég jellegzetesek, hogy mindenhol vannak ilyen labirintusok. Ijesztőek tudnak lenni. This is a warning for your own safety. Do not enter the cemetery at night time unless you have a source of light. Jó, hát nekem nincsen semmi fényforrásom, viszont muszáj ez bemennem.
Miért suttogtok? Mi van? Oké, értem, én megyek. Fuck you. Fuck you! Ah! Áú! Nem tudok itt elmenni! Meg fogunk halni, gyerekek! Mondtam. És röhög, kiröhög! Run to a light source! Én szívesen megtenném ezt, drága fiam, viszont nincs itt rohadtul semmi. Oh, light source! What do we have here? A light source, fuck you! All of you! Oda is mehetem volna, mindegy. Csokolom! Bözsi néni, itt hol van? Könyv. Könyv. Lap. 18th November 1878. Nagyon szexi hangod van. A crystal shard could be hidden inside the coffin buried beneath an eagle tombstone. Jól van, rendben. Szóval azt is meg kell keressük. Két helyre is mehetünk, vagy oda, vagy arra. Választom először ezt. Or not? Fuck me. Oda kell menjünk. Okay. Let's go! Oh shit. Oh! Jó. Mire jó nekünk ez? Miért kellett nekünk egy ásó? Obviously good for digging. Jól van, ezt gondoltam. Gondolom itt nem akarsz esni. Nem. Jó. Na már most ott van egy kis bajunk, ugyanis nem tudunk ott átmenni. Elfelejtettem valamit? Igen. Vannak nekünk ilyen feljegyzéseink, amiket a karakterünk írt le. És leírta, hogy az egyik ilyen sírnál, ami a kesejű alatt van elrejtve, ott van egy ilyen shard darab. Szóval most rólad ügyes vagyok, és mehetek vissza, és kereshetjük meg ezt a sírt. Szóval igen, fogadok, hogy ott lesz a bagoly. Miért mondok mindig bagyot? Ez egy sas, egy rohadt sas. Nincs itt semmi létra. Esetleg a házba visszamegyek, megnézem, hogy valamit ide fel tudunk építeni. Oh. Fuck! Meg fogunk halni. Yeah! Sure. This is what I wanted. This will take me all night unless I find something to dig with. Of course. Puh, ha. Na? Oké. Találtunk egy ládát. Jó vagyunk. Oké, okay, ott volt valami. Fuck me. Futok vissza. Nem érdekel. Jobb is szerintem, hogy nem néztem meg, mi üldözött. Még mindig nem érzem biztonságosnak ezt az egészet. Szar az elme állapotunk. Nem érzem biztonságosnak, mert valami fog történni. Ez be van zárva. Nem ilyen volt. Ott lesz valami. I told you.
What was the lamp at? Legalább remélem az ölek megtöltötte vagy valami. Akkor tök jó fej lenne. De nem nézem ki ez belőle. Oké, ennyi. Nem érdekel mi volt ott. Jól van, haladunk. Megvan, mert három ilyen shard darab. Shard. Jó. Visszakaptuk. Öt. Jassz! És a piros. Oké. Már csak egy van hátra. Szóval innen folytatjuk a következő részben. És köszönöm, hogy eddig velem tartottatok a sorozatban. Örülök, ha tetszik nektek. És találkozunk legközelebb. Nem tudom, mikor lesz a következő rész. Viszont meglátjuk. Na, de addig is maradjatok menők és maradjatok meleg. Sziasztok!